estéjén beköszöntésének az ideje, és amit hát a keresztény kultúrkörből is jól ismerünk, hiszen az utolsó vacsora az egy zsidó húsvéti széderes volt, vacsora volt, ami arra emlékeztet bennünket, hogy valamikor a vallási és szellemi őseink azok elhagyták Egyiptomot, új helyre mentek, és valahol a holtenger megkerülve a holtenger keleti oldalán eljutottak az ígéret völgyére, Kánaánba. Mindannyian keresünk a magunk Kánaánját, keresünk a magunk útjait, és itt most találkozunk egy útkereséssel az én Dan Reisinger barátom. A harmónia az feltétlenül jellemzi őt, miközben expresszív, meglepő és invenciózus a festészete, a grafikája, a designer munkája. Ő azok a legfrissebb 2005 és 15 közötti munkája, amit itt most láttunk, valamint egy 99-es ciklusa, azok meghökkentő életörömről, valóságlátásról, természettel való bizalmas kapcsolatot tanúskodnak, mindezt a holtengeri, a szentföldi környezetben, és ehhez párosult a Teleki téren április legutolsó vasárnapján avatott munkaszolgálatos emlékműhöz készült tanulmánytervek. Nekünk nagy szerencsénk, hogy ő, mint a fölföldobott kő, visszatér a tágabb szülőhazájában, bácskai születésű, a magyar kultúrát nem csak anyanyelvi, hanem irodalmi szinten bűvöletesen használó és önmagát érzéketesen kifejező poliglott személyiség. A Manc nagy tettet hajtott végre, hogy ide meghívta, és hogy itt láthattuk a magyar holokauszt munkaszolgálatos emlékmű terveivel együtt mindazt, ami jövő, ami bizakodás, ami örök ifjúság az ő munkásságában. Az ő grafikusi, alkalmazott dizájneri logó és plakát művészete az a 20. század második felében nagyon ismertetté a nevét, a Yad Vashem intézet arculatától az El Al légitársaságig a kezemunkáját viseli nagyon sok jól ismert izraeli és európai brand. Ezt a fajta gesztusnyelvet, amelyel nagyon impulzívan, töményen tud fogalmazni, és amely állandóan erkölcsi állásfoglalás is, ahogy a nő beszélt a sárga csillag, a vörös zászló és a kék égbolt hármasáról, ez nem lehet tanítani. A megújulása pedig azért bűvöletes, mert az emberi korlátok, vagy a mozgás, vagy az akciórádiusz változása, az nem látszik meg a műveinek a frissességén. Nem lehet elmenni szó nélkül amellett a tény mellett, hogy ezen a héten nyílt meg Picasso-nak egy nagy kiállítása Budapesten, és azt a fajta őserőt lehet érezni Dan Reisingerben is, amely Picasso sajátja volt. Én ez alkalommal két céllal jöttem Budapesten. Az egyik a munkaszolgálatosok emlékművének a felavatására, a másik ennek a kiállításnak a megnyitójára. Mind a két esemény izgalmas részemre, mind a két eseménynek megvannak az értékei. 40 évig mentek a Sinai hivatalba, hogy a régiek halljanak ki, akik rabok ismerték a világot, és az újak, a fiatal generáció egy új életet tudjon kezdeni, lerázni a múltnak a sötétségeit. Tehát én remélem, hogy én színeim egy kicsit komplementálják azt a holtengert, amit holtnak neveznek, de ő is annyit ad. Nekem nagyon sok szint ad. Világra ható, mert más kultúrák átvették az egyisten ítélő és gondolatát, a másik a törvénységnek a fontosságát, és harmadik a szabadság fontosságát, így mély fölépülését.